Sétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión. Június 23-a szerda reggel van 7 óra 11 perc, itt vagyunk Ács Gáborral. És Gede Balázsa. És a 0630 2010 909-es SMS, WhatsApp és Viber számunk, mindjárt megkeresem, milyen útinfókat kaptunk. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n. Hát elég keveset, konkrétan most nem is nagyon találom, ugye a kora reggelieken túl, mint hogyha nem jöttek volna, úgyhogy ránézek, hogy az útinform mivel foglalkozik így reggel. Én azt látom, hogy jobb a helyzet, mint az előző napokban. Tehát a hétfői orbitális káosz, a tegnapi kicsi javulás után ma azért ismét egy fokkal jobban lehet közlekedni, nincs az az irgalmatlan lassulás a Hungárián délfelé, a bevezetők is jobbak, úgyhogy talán hát, azért is írtak kevesebbet. Ami változatlan, ugyanolyan az, hogy a nullás az kész. Az a Hárosi Dunai híd, igen, az továbbra is 30-40 perces menetidő növekedéssel kell számolni, és kifelé a Balaton irányába az M7-es autópályán volt egy baleset, a 23-as kilométernél korábban egy személyautó az árokba hajtott, a tárnoki lehajtónál útszükletre kell számítani. Mm-hmm. Viszont ott semmiféle lassulás nincsen, ott nincsen menetidő növekedés, ott az működik most. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Nos, megnézzünk pár érdekességet Molnár Zsuskával, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorával. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hát a Szentendrei Hévről, a Szentendrei Hév a hírekben elsősorban azzal szerepel, hogy mekkora hatalmas tervek lesznek, meg felújítások, meg gyors hév, amelyik nem áll meg mindenhol, meg Szentendrén új hévátszálló megoldás, szóval óriási fejlesztési tervek vannak nyilván sok-sok évre. Hát nálatok meg a valóságról lehet olvasni végletekig lepukkant hév megállóról. Melyik is? Igen, hát most egyelőre még nincs felújítva a hév vonal, és hozzánk a járókelő oldalára érkezett egy jelzés. Azért elmondom így a hallgatóknak, hogyha valaki nem ismer bennünket, hogy az oldalon közterületi problémákat lehet bejelenteni, és itt konkrétan a Kasszásdűlői hév megállóval kapcsolatban írt nekünk valaki. Itt talán, hogyha jártak már a hallgatók itt a Kasszásdűlői hév megállónál, akkor ezt emlékeznek, hogy itt van egy festmény, van egy, tehát a hév megállóban van egy festmény, amiről írt a bejelentő, hogy 11 éve itt van, és hát most már 11 éve így az állag megóvás az nem volt annyira erős, és ez most már kezd leperegni. Ezt annak idején két művész festette, itt le is írta, hogy konkrétan egy helyi egyesületnek a segítségével és a BKV és a polgármester engedélyével került fel ez a street art, és azt kéri, hogy ezt újítsák fel, esetleg kérjék meg a művészeket, hogy újra fessék. Ez jó, ha csak ennyi, mert azért máshonnan is lehet erről a vonalról szerintem bejelentésekre számítani. Én csak arra emlékszem, hogy igazából amikor néhány évente, amikor Sziget látogatás után szemrevételeztem ezt a megállót, akkor látszott, hogy ott igazából tényleg 20 éve semmi változás nincsen. És a menetrend jelző tábláknak. Igen, persze. Jó, hát ez igen. Majd nyilván majd egyszer az egész vonalon. Igen, itt most konkrétan erre a festményre, illetve nyilván a megállónak a felújítására is vonatkozik ez a kérés, de, uh-huh. De hát itt a festmény számára van az, ami a legszembetűnőbb. Világos, hogy ebből a szempontból mutatja ezt az állapotot. Egyébként, ahogy ő fogalmaz, hogyha már így beszélgetünk, akkor azt hiszem, hogy ő egy ilyen lepukkant szovjet freskónak nevezi ezt a festményt, ami most már tényleg így
nagyon leromlott állagú, tehát hogy valóban nem egy esztétikus látvány. Uh-huh. Oké, beláthatatlan zebra zajterhelés. Ez mit jelent? Ez szerintem két ügy. Az egyik az egy zajterheléses ügy, ami Cseperről érkezett hozzánk ez a jelzés. A Királyerdő útnak van egy olyan szakasza, ahol rengeteg kamion, illetve teherautó közlekedik, és az egyik ott lakó kéri az illetékeseket, hogy intézkedjenek ez ügyben, mert kibírhatatlan számára a hatalmas forgalom, ezért kéri a teherforgalomnak a teljes tiltását ezen a szakaszon, illetve gondolom itt is sebességkorlátozásra is lehet, hogy szükség volna. Ez egy bonyolultabb kérés, és úgy ez mindig, tehát igen, meglepő lenne, hogyha... Ez a Kertvárosi utca, ahogy ő írja, tehát hogy ez nem egy fő útszakasz, ezt valamiért lehet, hogy ezt az utcát egy elkerülő utcának használják. Aha. Sajnos nem ismerem ezt a területet, tehát hogy ő itt ezt kifejezetten bele is írt a szövegben, hogy ez nem fő út, hanem egy Kertvárosi utca, tehát hogy itt tulajdonképpen a lakók védelmét kéri, hogy miért erre járnak a kamionok, az nyilván az illetékes fogja tudni, vagy hogy itt hogyan lehet ellenőrizni ezt a helyzetet, tehát hogy a forgalmat hogyan lehet ellenőrizni. Uh-huh. És a zebra? És a zebra pedig ez egy... Mert ilyenek már voltak, ez most csak ezek szerint egy új helyszín. A zebret. Igen. Tulajdonképpen itt egy zebrának a beláthatatlanságáról van szó, mert úgy jelöltek ki parkolóhelyet, hogyha a zebrán át kell valaki, akkor pont nem látszik a parkolóautótól, és ez a Rejter Ferenc utca, Frangepán utca kereszteződésénél van egyébként, de írja a bejelentő, hogy a Rejter Ferenc utca és a Petneházi utca kereszteződésénél is van hasonló gyalogátkelőhely. Itt tulajdonképpen csak akkor lehet látni a gyalogost, hogyha már 2-3 métert kisételt, nyilván neki is ki kell kukucskálnia, de hogy az autó megérkezhet akkora sebességgel, hogy nem tud meglassítani, hogyha esetleg valaki váratlanul kilép, illetve hát itt a zebrán megkezdi a gyalogos az átkelés, de ezt nem látja az autós. Úgyhogy ennek a parkolóhelynek a kijelölése nem túl szerencsés, és ennek a felülvizsgálatát kéri az egyik bejelentőnk. Itt egyébként itt egy kézben van a két dolog? Hát, illetve két Nem, ez szerintem nálatok csak véletlenül csúszott össze, de ez két külön jelzés. Nem is erre gondoltam, hanem hogy a parkolóhely, illetve a zebrának a kijelölése az ugyanahoz a céghez tartozik? Tehát, hogy itt igazából elég egy helyre elmenni ezzel, vagy pedig szétcsúszhat, vagy elcsúszhatnak azért is a dolgok, mert hogy nem figyelnek oda egymásra, mert számos olyan dolog van a közlekedési ügyekben, ami az egyik céghez tartozik, a másik a másikhoz, az egyik felújít, a másik nem tud róla, és akkor, hogyha mondjuk rossz helyen jelölnek ki, vagy mondjuk a zebra mellé rossz helyre tesznek egy parkolóhelyet, az ugyanaz a céghez tartozik? Itt kihez megy a bejelentés? Nem feltétlenül. Ez ugye a 13. kerületben van, és ezt a 13. kerületnek küldték tovább az önkénteseink. Itt ők az illetékesek. Parkolóhelyet nagyon sokszor a kerület jelöl ki, vagy szüntet meg, és nagyon sok helyen előfordul itt. Egyébként nem csak ez az egy jelzésünk van, vagy ez az egy panaszunk van, hogy vannak ezzel kapcsolatban anomáliák, hanem több más esetben is kaptunk az elmúlt hetekben például egy olyan jelzést, ahol a járda gyakorlatilag egy parkolóhelybe fut bele, és hát a járda volt előbb, és a parkolóhelyet úgy jelölték ki, hogy tulajdonképpen a gyalogos egy parkolóhoz érkezik. Itt ugyan nem volt gyalogátkelőhely, de ettől merült a bejelentőben, hogy vajon ez így szabályos-e. És számos más olyan szituáció van, ahol azért kérdéses, hogy hogyan jelölnek ki parkolóhelyet. Ugye az is mindig felmerül, hogy alapvetően a parkolóautóknak, még ha parkolóhely ki van jelölve, a kereszt szerint akkor is másfél métert kellene hagyni a járdán az ott közlekedőknek, de hát nagyon sokszor látjuk, hogy a parkolóhely eleve úgy van kijelölve, hogy
marad, nem tudom, 60 centi, 80 centi a gyalogosoknak, és ugye erre nagyon sokszor még nem is tartják be a parkolóhelynek a vonalát, hanem azon túl gördül egy picit az autó, és akkor ez a távolság, ez még inkább lecsökkent, de itt alapvetően már a parkolóhely kijelölése is lényegében nincs összhangban a Kresszel. Ezt sose értettem, hogy amikor a hatóságok nem tartják be a szabályokat, akkor az hogy működik, és akkor az állampolgárnak kell úgymond bevasalni az állami szolgáltatókon, hogy hát hé, itt vannak szabályok, vannak jogszabályok, és igen, ez mindig meglep. Itt, ha jól tudom, akkor itt van kivétel, itt, ahogy ezt a járdás történetet meséltem, itt azt hiszem, hogy van kivétel, mert nyilván vannak olyan belvárosi utcák, ahol mondjuk ez nem tartató, de úgy tudom, hogy ott vannak más szabályok, tehát, hogy mondjuk a túloldalon biztosítani kell, vagy valamilyen módon azért teret kell hagyni a gyalogosoknak is, erre megvan a szabályozás, pontosan nem tudom, de én azt gondolom, hogy azért nem mindig, tehát ahogy ebben az esetben is a gyalogosok védelme például nem mindig jelenik meg a parkolóhelyek felfestésekor. Aha, oké. Na, nagyon szépen köszönjük, hogy ismét átfutottuk ezeket az ügyeket, reméljük, hogy mi is föl tudtuk hívni a figyelmét akár a hatóságoknak is arra, hogy intézkedjenek, illetve a felhasználóknak arra, hogy ha ilyeneket látnak, akkor bátran küldjék be nektek, és remélhetőleg intézkedés lesz, és megoldódnak ezek az ügyek, mert ilyen erre azért elég sok példa van. Köszi szépen még egyszer. Köszi, szép napot, szia! Sziasztok! Molnár Zsuskával, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorával beszélgettünk, és jött egy friss úti információ. A Kerepesi úton a város felé elég nagy dugó alakult ki, már az Örsnél is, de a Pillangó utcánál a város felé haladva egyre több az autó. Kaptuk ezt most nemrég egy hallgatótól. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.